Bár Karácsony Gergely megígérte kampányában, mégsem ad egy fillért sem a fővároshoz tartozó Üllői út felújítására. A kivitelezést a kerület finanszírozza több mint 2 milliárd forintból, de a DK-s polgármester Szaniszló Sándor csak töredékét tudja megvalósítani az eredeti terveknek. A helyi Fidesz-KDNP szerint ezzel csak konzerválja a jelenlegi rossz állapotokat. Örülünk végre, hogy arról beszélgethetünk, hogy az Üllői út felújításra kerül. Ezt ígérte Szaniszló Sándor az önkormányzati kampányban. Viszont a fővárosi önkormányzat egy forintot sem áldoz erre, Szaniszló nem tudta elintézni, ezért kétségbe esetten egy kampányberuházást készít most elő. Nagyon sok problémát fog a kerületnek okozni, hogy nem egy komplex felújítása lesz az Üllői útnak. Ez nagyon hosszú távon folyamatos problémát fog okozni az itt élőknek, mert a 150 éves infrastruktúra elmaradt megújítása a számtalan esetben fogja azt hozni, hogy továbbra is útfelbontások lesznek, az itt élőknek ez közlekedési problémát okoz, az itt élő vállalkozásoknak nehezíti a vállalkozás működését. Jelenleg a járda alatt húzódik a több mint 150 éves vízhálózat, ez nem lesz kicserélve, de nem lesz csapadék vízelvezetési megoldás sem, forgalombiztonságra sem gondolnak, nem lesz kerékpárút sem, egy Szegélytől Szegélyig koporítek cserére kerül majd sor.